Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma két rendkívül fontos dologgal foglalkozunk, az egyik természetesen az aratás, hiszen ahogy láthatták önök is, az utak mentén megkezdődött a betakarítási munkák sora. Emellett pedig foglalkozunk a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programmal, hiszen az elmúlt héten Dunaújvárosban köszönthettük Jakab Istvánt, az országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnökét, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívására, és erről is esik szó nyilvánvaló. Vendégem pedig Lászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke, tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. No hát aratás, amerre járunk az úton, azt látjuk. Repce, igazából a gazdák azt szeretik, ha a termés, a termény már benne alszik. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg, számtalanról szor esett már erről szó, hogy nagyon nehéz időszak volt ez a mezőgazdaság a növénytermesztők számára, hiszen rendkívül szélsőséges időjárás sújtotta a növényeket, hiszen az elmúlt esztendő végétől hosszú ideig jószerivel nem volt semmilyen csapadék, hó szinte egyáltalán nem, aztán jött hirtelen sok eső, majd megint jött a kánikula, és ez nyilván, ahogy mondják, a éghajlatváltozásnak, a klímaváltozásnak is köszönhető. De hogy alakult akkor most? Kezdjük talán a repcével. A repce több mint 300 ezer, egész pontosan 334 ezer hektár lett elvetve ősszel, és ha már a időjárásnál tartunk, azért ismételnem kell bizonyos értelemben magamat, hiszen október 1-től március végéig kevesebb mint 140 milli csapadék esett fél év alatt Fejér megyébe, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy rendkívül arid téli időszak volt, hogy a szerkesztő úr is mondta, se hó, se eső, tehát a repce, amelyik egyébként nyilvánvaló kényes a vízre és a kelésre, hát sújtotta a téli fagy hatás, és nem is tudott igazán jól mindenütt megerősödni. Azt kell mondani viszont, hogy Fejér megye bizonyos értelme kivétel, és a jobb termés átlagokat tudhatja magáénak, amíg országosan 2,9 tonna per hektár az átlag, addig Fejér megyében azért 3 és 4 között van a repcetermés. Nem beszélve arról, hogy mivel csak 301 ezer hektár repcelet lejelentve országosan aratás előtt, ez azt jelenti, hogy a többit az fagykár érte, vagy nem tudott teljesen kikelni, tehát különféle problémák voltak. Viszont ha már itt az időjárás változásról beszélünk, és a klímaváltozásról, ennek legtipikusabb jele a repce. Hiszen amikor megvoltak az esők, előtte ugye ez a bődületes meleg időszakok is voltak, és hát az eső után is volt most tudva levő nagyon meleg időszak, és látszott az UV-sugárzásnak a káros hatása a repcében. Tehát a fölső becők és részek napégette lettek, és alatta még zöld volt. Tehát egyszerűen képes volt a repce fölülről megégni. És ugye hát ez a száron is, meg a hajtáscsúcsokon is látszott. Nyilván befolyásolta a termés mennyiségét, de nem tetemesen, de ezt a fajta jelenséget még soha eddig, ugye 40 éves pályafutásom alatt nem láttam, hogy a repce felőről hősokkot kap, illetve hát hő hatására sérülések keletkeznek. Egyébként a minőséget mennyire befolyásolja? Hiszen... A minőséget rendkívül módon befolyásolta ez a nagyon erőteljes arid viszony, hiszen az olajtartalom 2-3%-kal is kevesebb, mint az előző évek. Az előző évek átlagában van nagyjából a repce. Mondom, Fejér megye nyilvánvaló ebbe kivétel, vagy csak közepes, vagy közepesnél egy gyengébb termés van egy kicsivel az országban. De viszont nagyon sok ezer tonna olaj hiányzik a rendszerből. Hiszen ha még meg is van egy közepes termés, ez a 2-3% mínusz olajtartalomba, hát ez bődületes mennyiség. Beszéljünk az árról. Ilyenkor nyilván az árváltozás is megsínylik a gazdák. Mivel egész Európában ez a gyengébb olajtermés begyűrűzött,
ezt majd a tudósoknak azért vizsgálni kell, hogy miért, mert hát nyilvánvaló, hogy a klimatikus viszonyok, ha változtak is, de nem annyira, hogy egész Európára kiterjedjenek, ugye akár a csapadékos, akár pedig a UV-sugárzásnak az intenzitása adott esetben. Tehát egész Európában jellemző a gyengébb olajtartalom, és emiatt a repce ára láthatjuk, hogy a szokásos nagyobb arányú csökkenést nem következett be. Tehát igen, előkötések azok magasabbak voltak, de most is azért 100 és 110 ezer forint körül mozog a repce átvételi ára, és meggyőződésem, hogy amikor a betakarítás Európa szerte véget ér, nálunk is a 80%-a a repcének már betakarításra került, az azt jelenti, hogy valószínűsíthetően emelkedni fognak az árak. Tehát a repcét termelni továbbra is érdemes lesz, repcével foglalkozni a magyar gazda jól megtanult, tehát igenis eredményesen tudja ezt a technológiát, és erre a növényre kiír technológiákat alkalmazni. Hát kivétel, ha van csapadék. Mert a nincs csapadékot abszolút nem lehet hát megteremteni, ez sajnos továbbra is jó Isten tudja. Egyébként a klimatikus viszonyokra visszatérve még annyit, hogy a tudósok megállapították, de ezt csak mellékszálként jegyzem meg, hogy 2050-ben, tehát mintegy 30 év múlva Madrid lesz Budapest, Budapest pedig London. Érdekes ez az előrejelzés, mármint a igen, a klimatikus viszonyok igen. vonatkozásában. No, nézzük meg az árpát, mert az árpa is rendkívül fontos haszonnövényünk. Én körülnéztem az aratásokkor, nem panaszkodtak a gazdák. Legalábbis ahol én voltam, az Aranybull az ERT növénytermesztési ágazat vezetője, Szabó barátunk azt mondta, hogy rendben van. Mások viszont panaszkodtak. Igen, igen. Természetesen az árpa a kalászosok közül, őszi árpáról beszélek, őszi árpá, igen. Egyelőre, még a legjobban vészelte át ezt a aszályos időszakot. Fejér megye megint kivétel e tekintetben, hiszen itt az árpának a kifogyása gyakorlatilag nem történt meg, és ezt a nehéz időszakot is viszonylag jól viselte. Nagyon egyszerű oknál fogva. Szeptemberben volt csapadék, és valahol ezek a kiváló talajok, és azok, hogy a gazdák a vízmegőrzéses technológiákat azért igencsak most már sok helyen alkalmazzák, a mulcsos technológiát, hogy nem eladják a szalmát, illetve hát a kukorica száradbárát, a kukorica után kevésbé teszünk árpát. Tehát a lényeg az, hogy igenis a különféle mulcsanyagokat, a különféle szalmákat visszadolgozzák a talajba. És ezáltal ugye fedettség van, vízmegtartó képesség növekszik, és ez a szeptemberi nagyobb mennyiségű csapadék, ezáltal lehetett átvészelni ezt a bizonyos 140 milli nagyon-nagyon aszályos időszakot. Tehát az árpa nem jött be rosszul, országosan ugye 218 ezer hektáron lett elvetve, és a termés átlag az 5,4 tonna. Tehát kimondottan jó átlagai vannak az árpának, Fejér megyében pedig hát bizony 7-től 9 tonnáig is van árpa. Így van, és az ára is megfelelő. Az ára pedig az érdekes, mert ugye az árpa az rendkívüli magasságokat ért el a tavalyi évbe. Időnként majdnem hát odaért a búza, takarmánybúza árához. Tehát nagyon keresett volt az árpa, ugye a tavalyi európai aszályos időszak miatt. Most az árpa lehetséges, hogy megint emelkedni fog az ár, hiszen most olyan 40 ezer forint körül mozog. Az az árpa, amelyik eléri a 63-as hektoliter súlyt. És nagyon sok árpa nem éri el. Tehát az árpába a hektoliter súly megközelítése igen nehéz az idei évben, még Fejér megyében is. Tehát ezért ott stagnál, mert a gazda nem akarja 40 ezer forint alatt nagyon eladni, tehát most ilyen kivárásos alap működik. Szerintem, ugye mivel a kínai piac nagyon erőteljesen veszi föl a sertést, hiszen ugye az ASP óriási károkat okozott, tehát megnyíltak az ázsiai piacok,
Európa szerte megnyíltak, tehát Európa más tagállamainak is EU vonatkozásba. Ezért azt jelenti, hogy mind több sertés kerül beállításra. Ha mind több sertés kerül, akkor annál nagyobb a felszívása ugye az árpának. Ezért meggyőződésem, hogy nem lefelé fog elmozdulni a megfelelő hektoliter súlyú árpa. Tehát az árpa termesztés, azt látom, hogy az elmúlt években visszanyerte a régi rangját, mert hosszú éveken keresztül ugye változó volt, és nagyon alacsony árak is megjelentek a piacon, és bizony néha ott a lélektani határ alatt volt, hogy érdemes árpát termelni, vagy nem, eladásra, mert ugye a saját állatok ellátására mindenki azért megtermelte. Tehát valószínű, érdemes lesz az árpát egy kicsit őrizgetni, hát feltéve, hogyha a ASP nem teríti be Európát, egyértelmű, és Magyarországon is megmarad azon a szinten, ami a vaddisznókba, vadállományba való idénkénti feltűnési fellobbanását jelenti, mert az egy egészen más piaci viszonyokat teremtene. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, tehát megérkeztünk a búzához, azt hiszem legfontosabb kenyérgabonánk idei sorsa mindenkit érdekel. Már azért néhány helyen láttam, hogy megkezdődött a betakarítás. Aggódtunk. A gazdák is aggódtak, méghozzá kiemelten nem csoda, hiszen a legnagyobb termőterület a búzáé, az ár és a mennyiség, a minőség pedig korántsem mindegy. Egyáltalán nem mindegy, és ha figyelembe veszik ugyanezt a aszályos és arid viszonyokat, és az alföldön a időnként még kevesebb csapadékot, és a téli kipusztulást, akkor azt kell mondani, hogy ennek ellenére a búza egy átlagosnál gyengébb, de elfogadható évet hoz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy borzasztó problémák vannak. A termés átlaga 5,1 országosan, jelenleg a búzának nagyjából a felét hozták be a gazdák, és 951 ezer hektáron maradt meg a búza országosan, tehát egyértelmű, hogy exportra is fog jutni ebből a gabonából. Ami pozitív, az az, hogy lényegesen több, mint a fele, több mint 60% fölött van az a mennyiség, ami megfelel a malmi minőségnek. Tehát jó minőségű búzát takarítanak be a gazdák, ahol természetesen a búza kiritkult, vagy nem megfelelően bokrosodott, nem jól kelt, hát azt a gazdák kivették, és nyilvánvalóan bizonyos kár enyhítési rendszerekbe, vagy biztosításba, némi nemű kárpótlásba és kártalanításba tudtak részesülni, de ahol megmaradt a búza, és a gazda megtartotta azt a területet, ott azt kell mondani, hogy ez a alsó közepes termés átlaggal, de viszonylag jó minőséggel hozza magát. Ott is észlelni lehetett ezt a bizonyos hősokkot, és ez a többetszemek nagyságába mutatkozik meg. Ott is bizonyos értelemben gondok lehetnek a hektoliter súlyjal, hiszen ugye 80 felett kell, hogy legyen azért tisztességesen egy malmi búza minőségbe, de hát ez az euró minőség, ez azért elég gyakran hozza magát, viszont itt azért továbbra is ki kell térnem arra, hogy én nagyon-nagyon problémásnak tartom azt, hogy a takarmánybúza és a étkezési búza ára most sem ütötte meg föl, nagyon közelített a 5000 forint különbséget, amit továbbra is mondom, és ezt valahol össztársadalmi érdekként lehet majd kialakítani, hogy igen, számtalan, különösen külföldi pékség, ugye töménytelen adalékanyaggal különösebben nem érdekli a búza belső minősége, hiszen adalékanyaggal fölfújja a pékárukat, hogy valahol lehet, hogy ki kell találnunk egy, és javasolni kell egy külön jelzést arra a kenyérre, amelyik hát adalékanyagok tömegét tartalmazza, vagy arra, amelyik hagyományos élő anyagból, élő kovászból és hagyományos technológiával készül, mert igen, illatos, szép, jó, sorbának előtt az emberek, amikor megcsapja az orukat a finom pék sütemény illat,
vagy pékáró illat, kenyeretes zsemlét is beleértem, de hát ami adalékanyaggal van tele, azért azt tárgyilagosan kell mondani, az nem az, és ez nem élelmiszer hamisítás, hiszen a ottani gyártási lapokon ez mind benne van, hogy mit tesznek bele. No, a tavaszi vetésekről még kell, hogy szó essék mindenképpen. A kukoricát nézzük meg, nézzünk. A kukorica nagyon-nagyon gyengén indult. Tehát ilyen sokáig nem szenvedett a kukorica, ugye esőtől, hidegtől, most a hideget, ugye a májusi hideget értem alatta, mint idén. Tehát máskor, ugye térdig, meg a fölött él a kukorica május végén, hát most éppen kandikált pár leveles állapotba, még a kevés faószámúak is, amelyik olyankor már ugye igencsak törekszik felfelé. Aztán jött a meleg, és a kukorica köszöni jól van. Igen. És ezek a rottyanásszerű esők, amik hát Fejér megyére is jellemzők, és országosan egy kis hidegfront, esővel, záporral, azt meg imádja ez a növény. Tehát ha augusztusban lesznek egy-egy ilyen lottyanások, amik nem folynak el, tehát nem 100 millire gondolok, meg gyakorlatilag inkább kisebb, csendesebb esőre, aminek intenzitása nyilvánvalóan nyári esőre jellemző, tehát nem az ősi áztató esőre, akkor a kukorica az meg fogja hálálni azt a tápanyagot, amit a gazdák oda tettek, és egy, bár még sokat alszik kint, már tudjuk azt is, hogy a májusi eső az megalapozza a kukorica gyors augusztusi halálát, ahogy már párszor említettem is, de ha augusztusban elfogadható időjárás lesz, akkor igenis egy jó közepes termés várható, még azokon a területeken is, amit a megélőző oknál fogva, hát egy kevés problémákat okozott a akkori szárazság. Bizakodjunk, ugye a búzáról beszéltünk, és tekintve, hogy a műsoridőnk lejárt, a következő adásban pedig arra kérem Önt, hogy a Magyarok Kenyere akcióról essék szó kiemelten, hiszen a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program rendkívül fontos a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a Gazdakörök Országos Szövetségének nem különben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, mégpedig dinnyével, mégpedig azért foglalkozunk a dinnyével, mert ugye az elmúlt adásban a sárga dinnyével törődtünk egy kicsit kiemelten, hiszen ez a finomság nagyon fontos ezekben az időszakokban. Dunavecsén jártunk egy kiváló gazdánál, ahol természetesen ott voltak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Dinnyetermesztők Egyesületének képviselői is. Tehát nézzünk meg egy bejátszást most. Cecére mentünk el, és Albert István gazda volt a vendéglátónk. Júniusban jártunk itt utoljára, akkor arról beszéltünk, hogy szépen fejlődik a dinnye, viszont a szeszélyes időjárás, ez a szélsőséges klímaváltozással járó időjárás alaposan megviselte a dinnye földeket is, mint általában minden növényi kultúrát. Hogy alakult ezután az idő? Hát az az igazság, hogy június 4-én kaptam utoljára egy normális esőt, ami 40 mm volt, azóta csak ilyen 2-3 mm-ek voltak, tehát az semmi, öntözünk, úgyhogy reggeltől estig mennek a szivattyúk, öntözéssel tudjuk tartani a minőséget, mennyiséget, jó minőségű dinnye van. Igen, a minőségről mindenképpen kell, hogy szó essék, hiszen azért megszoktuk, hogy dinnye szezon van, ami azt jelenti, hogy dömping áru holott, az ára még nyilván nem az, de mennyit változott abban az értelemben a felvásárlási ár, hogy sikerült megállapodni egy-egy nagy áruházlánccal? Hát én áruházláncnak nem szállítok be, én a nagybeni piacra szállítok. Ma is megy az autó, vagy napi 80-100 mázsadinnyéket viszek fel a nagybeni piacra, általában már megrendelésre, mert a minőséget ott is megfizetik. Tehát most a nagybeni piaci ára a dinnyének olyan 2-220 forint körül van. A kiskereskedelmi ár, hát azt mondják, hogy a közel duplája, úgyhogy nem viszik a kereskedők lejjebb az árát a dinnyének, holott egy kicsit, ha lejjebb vinnék, jobban fogyna a magyar dinnye.
de mi azzal 200 forintra vagyunk nagyjából megfizetve a dinnyének a termésével, meg a munkánkkal, meg amit befektettünk ezekbe a földekbe. Ez arányosítva megfelelő ár? Ez arányosítva megfelelő, de lejjebb fog menni szerintem ezen a héten. Ma kedden, igen, ezen a héten lejjebb fog menni a dinnyének az ára a nagybani piacon is. Az nem ráfizetés, mert nem ráfizetéses, mert hogyha jó árat hozzáveszünk a gyengébb árhoz, akkor lesz egy jó közepes árunk a dinnyén. Nemrégiben Dunavecsén volt alkalmam találkozni a dinnyetermesztők országos szövetségének elnökével, illetve a szaktárcát képviselő és a kamarát képviselő emberekkel, akik azt mondták, hogy most jó úton járnak a dinnyetermesztők. Ezt mondják azért, mert hogy sikerült olyan fajtákat is előállítani, illetve termeszteni, amelyek népszerűek, másik oldalról pedig lehetőség nyílik arra, hogy egy kicsit a szezon kitolódjon. Ez így van, nagyon sok fajtát termelünk, de azokat a fajtákat, ami a magyar fogyasztóknak kell, meg jó minőségben próbáljuk megtermelni ezt a fajtákat. Zöldhéjú csikos dinnyét, hosszú csikos dinnyét, de majd kimegyünk a földre, aztán megnézzük a földön is. Még egy kérdés nyilván, ugye a mennyiségről és a minőségről beszéltünk, az ár is megfelelő, akkor így összességében a szezon ebben a szakaszában elégedett a gazda? Igen, elégedett vagyok. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!